Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Kodavé, jöjjön egy kis Csipa, a One Shot játékmódból, ugye már egy ideje elérhető ez a One Shot játékmód, ahol csak Csipákkal játszhatsz, bónusz playlisten belül One Shot játék, aki még nem tudná, hogy ez létezik, és szerintem egy nagyon jó hely Csipa gyakorlásra, úgyhogy aki meg akar tanulni Csipával, jobb helyre nem is tévedhet be, mint csak ide. Én magam sem vagyok egy Csipa Pro, és szívesen gyakorolgatok is, szóval szerintem ez egy jó hely gyakorlásra, de a mai videóban igazából arról szeretnék beszélni, hogy hogyan legyünk jobb játékosok minden FPS játékban, hogyha kezdők vagyunk, mit csináljunk azért, hogy jobbak legyünk, hogyha kezdők vagyunk, mit csináljunk azért, hogy jobb kodosok legyünk, alapvetően mik azok az első lépések, amikre úgy figyelnünk kell ahhoz, hogy általánosan minden FPS játékban vagy kodban és kodban jobbak legyünk. Úgyhogy jöjjenek gyorsan a tippek, az idő rövidsége miatt gyorsan lezárjuk ezeket a dolgokat. Szóval jöjjön az első dolog, és az pedig a futás. Ha megnézitek most ebben a pillanatban, hogy futok, nagyon fontos, a fegyveredet futás közben mindig tartsd fejmagasságba. Miért tartsd fejmagasságba? Mert hogyha futás közben, onnan tudod, hogy egy valaki kezdő shooterekben, hogy futás közben a földet nézi. Ha valaki a földet nézi, nem látja a képernyő teljességét. Ha nem látod a képernyő teljességét, le fognak lőni valahonnan. Ha még észre is veszed az ellenfelet és a földet nézed futás közben, az idő, amire a földről felemeled az ellenfél fejéig a fegyvert, az hosszú idő lesz, és addig simán le fognak tudni lőni. Úgyhogy az egyik első és nagyon fontos dolog, futás közben nézd, a fegyvered a fejmagasságban legyen, magyarul valahol a képernyő közepét nézze a fegyvered. Ez minden FPS játékban egy nagyon jó, megfogadandó tanács. A következő nagyon fontos dolog, azt pedig úgy nevezném, hogy az előcélzás. Az előcélzás nem más, mint például, hogyha egy sarok mögül készülsz kimenni, akkor például már célozva menj ki a sarok mögül, mert hogyha a sarok mögött van valaki, akkor az idő, amire célhoz emeled a fegyvert, hogy lelőd, az hosszú idő, addigra már simán lelőnek. De hogyha már eleve célozva mész ki, csak a reakció időd marad, amire figyelni kell, mert már ugye célozva mész ki, és az ellenfélre számítasz. Szóval ez nagyon fontos dolog, célozva menjünk ki, hogy ne érje minket meglepetés, hogy ne kelljen az idő, amire felemeli a fegyvert a szemhez a karakter, és azáltal már könnyedén lelőhetnek. Na, azt mondja, hogy a következő nagyon lényeges dolog minden FPS-ben és kodban is, az pedig a bosszú killek. Tehát ne menjél rá a bosszú killekre. Mire gondolok itt? Bent van egy karakter valahol, bent van valaki egy szobában, te bemész és lelő, és akkor anyádat én lemegyek és most le foglak lőni. Bemész oda, és természetesen addigra valahol máshova helyezkedett, és megint lelő, és akkor megint oda mész. Most harmadjára vagy már ott, és te most tényleg le fogod lőni, és bim. És nem fogod tudni lelőni, mert megint máshonnan fog tudni lelőni. Szóval az ilyen bosszú killeket felejtsd el, mert ezek nagyon le fogják tudni rontani a bizonyos statodat. Ezt mindannyian tudjuk, akik FPS-en játszunk és koddal játszunk. Én is néha nagyon nehezen bírom megállni, hogy ne menjek el azért a kis köcsök kemperén, és kapjam el, és mert egyszerűen idegesítő, hogy ott van, de a bosszú killeket, azokat el kell felejteni. A következő nagyon egyszerű tipp az a nézz körül, amikor spawnolsz, mert időnként minden FPS játékban, kodban főleg, időnként olyan hülyén tudsz bespawnolni, hogy simán lelőnek elsőre. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, nézz körül, amint bespawnolsz, mert az is lehet, hogy néhány könnyű killt is szerezhetsz, azon kívül, hogy netán nem fognak lelőni. A körülnézel a radaron, spawnon. És itt jön a következő tipp, kodosoknak nagyon fontos, tanuld meg használni a radart. Használd a radart, nézd a radart, folyamatosan olvasd a radart fontos. Tehát én azt mondom, hogy körülbelül 15, maximum 20 másodpercenként pillants rá a radarra, hogy én még ettől gyakrabban is szoktam, lehet, hogy az őrület már, de én gyakrabban is szoktam a radarra rá nézni.
Na, a következő lényeges, fontos dolog, megint csak minden FPS játékokban a célzás rásegítése az A és D gombok. A magyarul oldalra kimozgás, célzással rásegítesz. Ha kicsit oldalra mozogsz ki az oldalgombokkal, akkor rásegítesz finom célzol, magyarul, tehát finom célzást végzel, és nem beszélve arról, hogy el is kerülhetsz néhány golyót. Nos, azt hiszem mindent elmondtam volna, remélem hasznosak voltak ezek a nagyon egyszerű tippek, nagyon, illetve kezdőjátékosoknak, hogy mire kell figyelni egy FPS játékban, egy kódban gyakorlatilag, úgyhogy ja, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, remélem valami hasznosat tanultatok, sziasztok!